Számos fejlesztési tervvel készül a pécsi belváros vonatkozásában Kővári János. A városrész önkormányzati képviselője főként a Király utcára és annak környékére fókuszál. Mint mondja, egy olyan rekonstrukcióra lenne szükség, ami többek között a csapadékvíz elvezetés problémáját tárja fel, hiszen a nyári villámárvizek sok gondot okozhatnak a sétáló utcában. Természetesen a most 125 éves Pécsi Nemzeti Színházra is ráfér már egy alapos felújítás, amit már évek óta szeretne a színház vezetése. De folyamatban van a Cella Szepti Hórának a felújítása, interaktív átétele is. Ez már egy ilyen folyamatban lévő pályázat, ennek a befejezése mindenképpen nagyon fontos lenne. Emellett a belváros zöld felületeire is oda kell figyelni, itt van ebből ugyanis a legkevesebb. Továbbra sem elhanyagolható kérdés a közlekedés. A képviselő szeretné, ha az autómentes közlekedés minden lehetőségét megvizsgálnák. Előterjesztésként ez most még nem tud, először majd azt kell elfogadni, hogy a város a korábban elfogadott stratégiai dokumentumait megújítja, amik egyébként megágyaznak nyilván a projekteknek. Tehát most a közgyűlésen még inkább a stratégiai kérdések lesznek, viszont én készülök azzal, hogy ezeket a projekt javaslatokat, amit lehet, ha előbb nem, akkor a februári közgyűlésen mindenképpen be szeretném nyújtani. Bár nem a fejlesztési tervek közé tartozik, Kővári János felhívta a figyelmet a Líceum templom helyzetére is. Az épület ugyanis a horvátországi földrengések következtében megrongálódott. A képviselő maga is támogatja ennek helyreállítását, és erre biztatja a pécsieket is.